Itt vagyok, Lil Italiban, és az előbb hallgattam egy embert hegedülni a parkban. Antonio Vivaldi játszott, Tony Vivaldi. Hogy a kínai negyed, vagy hogy az olasz negyed már kínai és negyed. És egy öccse, a mese itt meg is dőlt, hogy a legkisebb fiú, a szerencsés mindig viszi a legjobb őt. Meg mendegél, egyszer csak lát egy mézes kalácsházat, ahol a cégér szerint mindenkinek kiadnak szobákat. És van egy nagy terem is, ahol péntekenként az új közönség táncol. Sok fiú és lány, mint furcsa ruhában, reggelig viháncol. Szórakoznak maguk módján, meg furcsa cigiket szívnak. Jimi Hendrixet hallgatnak, és elég sokat isznak. A mesehősök ilyenkor gyorsan tovább mennek. Nem úgy, mint a barátunk, aki beállt frontembernek a bandába, aki aznap este Rhythm and Blues-t játszott. Mondhatjuk úgy is, hogy Peter Pan életformát váltott. Három arany lemez, három platina, három gyémánt, tudod, hogy van ez. Szívesen lenne popzenész, csak hát a bluesban van a lé. Mesehősnek sem volt orosz. Megjött a New York Flash, gyerekek! Szintén nagyon jól értem én a kapitalista rendszer halálát. De azért köszi. Egész nap császkáltam New Yorkba, egész nap. Egész nap mászkáltam, és egyszerűen meg se próbáltam ezt a ritmust felvenni. Csak sodortattam magam végig az árral. Ezt mindenkinek szívből ajánlom szintén. És nem azért, mert jó. Nem azért, mert olyan nagyon jó az egész. Egyáltalán nem azért ajánlom. Tehát itt jó-rossz egyformán van, és ezt a város nem érdekli, hogy te szereted-e vagy nem. Ez csak csinálja magát egész nap. Ez most ilyen 12 órája mászkálok a városba, és azután ez történik. Tehát gyakorlatilag nagyon tanulunk. Ho-ho!